Napról napra egyre jobban látszik, hogy milyen lesz a győri jégkomplexum, amelynek meghatározó eleme a jégcsarnok. A létesítmény alapkövét novemberben tették le. Alig telt el 2 hónap, már az épület betonszerkezetén dolgoznak a szakemberek. Most jön a látványos része, ugye a támfalak épülnek, márciusban jön rá a huprófedés, az egy ilyen köríves fedés, az már nagyon látványos lesz, és őszre készül el, itt lesz mellettünk egy nagy főépület, ami fogadó, és a túlsó felé van egy öltözős sor, és akkor egészül ki az egész beruházás. A jégközpont TAOS pénzből épül, egészen pontosan a NEM a Kft. Társasági adójának felajánlásából. Ehhez 400 millió forintos önrészt biztosít a győri önkormányzat. A győri NEM a Ketó Hoki Klub is mindent elkövet, hogy előteremtse a 3 lépcsős beruházáshoz szükséges pénzt, amely befejezéskor eléri a 1,5 milliárd forintot. Végre nem csak sátor lesz, hanem ugye befejeződik, amire vágytunk. Ugye hátra ment most a sátor, az ott marad. Gyakorlatilag az országban nagyon kevés hely lesz, ahol 3 jégpálya lesz. Ugye van, lesz 2 nagypálya, lesz egy kis gyakorlópálya. Ugye lesz ez a centerpálya, ez egy 1900-1800 fős lelátós csarnok lesz, ahol ugye szeretnénk OB1-es meccseket is játszani, és plusz azért megmarad az összes jég, és egész évbe tudunk jeget biztosítani magunknak is, az egyesületnek is, meg hát a városnak is. Jelenleg évente 40 ezer korcsolyázót fogadnak a győri jégpályán, így a tömegsport számára is nagy előrelépés lehet a fejlesztés. Szezononként mintegy 1200 óvodás gyermek tanul korizni, és ezt hamarosan még jobb körülmények között tehetik. Az építkezés alatt sem zár be a jégpálya, bár a létesítmény megközelítése nehezebb lett. Elég sok panasz jött ránk, hogy mekkorát kell kerülni, hogy építettünk oda egy mobilpályát, hogy azért 2 jégfelület továbbra is megmaradjon, mert ugye meccsek is vannak, elég sok, ugye minden korosztályba indulunk. Így jégfelület van, hát ugye egy kicsit kényelmetlen, hogy kértük is mindenkit, hogy elnézést kérünk, hogy ez van, ez egy ilyen ostrom állapot, annál jobb, mintha nem is nyitnánk ki, és így meg tudtuk oldani, és így ez az év, ez ilyen lesz, de jövőre szeretnék már össze, hogy akkor rendesen, tisztán, kulturáltan tudnánk fogadni a vendégeket. Az EOF-ra elkészült sportlétesítmények is nagy kihasználtság mellett működnek. Az új jégcsarnok is hasonlóan nagy siker lehet a győriek körében. Versenysport tekintetében a jégkorong mellett a műkorcsolyázók is tovább fejlődhetnek. A hoki mellett az olyan egy műkorcsolyaszakág is, ami ugye próbálkozik, ugye most azért több lesz annak is a jégfelület, hát minden fejlődni fog. Hát ugye mi már azért a jégfelülettel, maga a hoki azért már egész jól látunk, ugye most egy kicsit lecsökkent a jégfelület, de azért a feltételek jó, hát azért egy csarnok, azért egy csarnok. Hát azért ott rendezvényt is be lehet, hogy nagyobb meccseket, szövetség is mondta, hogy támol lesz válogatott meccs is, hoznak le juniorok válogatott meccseket is, és azért beindul egy jégsport élet még jobban Győrbe. A kivitelező a Fodor építőipari Kft. És a munkák várhatóan szeptember végére fejeződnek be.